Én folyamatosan mátogatom a forróból a hidegben. A gyertyakészítés mesterségével ismerkednek a gyerekek az Analcsiportán. Ez a kézműves foglalkozás is színesíti a programpalettát a Sóstói Múzeumfalu napközis táborában. Három turnusban több mint 500 gyerek nyaral a skanzenben. Van, akinek annyira tetszik a tábor, hogy már 4 éve rendszeresen részt vesz rajta. Azért szeretek ide járni, mert nagyon jók a programok. Nemezet készítünk, tányért festünk, és emellett nagyon sok barátom is van itt. Utolnap festés következik. A gyerekek a virágsablont körberajzolják a deszkán, majd kifestik. Így készítik el a régen használt tulipános láda mintázatát. A gyerekeknek úgy állították össze a programokat a táborban, hogy nem csak szórakozhatnak, hanem játékos, könnyed formában tanulhatnak, megismerkedhetnek a népi hagyományokkal is. Ezekben az épületekben régen hogyan éltek, miből készültek ezek az épületek, és a tevékenységekkel pedig meg a különböző szokásokkal is megismerkedhetnek a gyerekek, hiszen az a célunk, hogy ezt az ismeretet, amit erről a múzeum faluról, a régi életmódról tudni kell, azt részben át tudjuk számukra adni játékosokkal. Formában. A múzeumfalu mellett a sóstói kisvakon tábor kapuja is nyitva állnak már a gyermekek előtt. A nyíregyházi önkormányzat idén is segíti a családokat abban, hogy az iskolás gyerekek a szünidő egy részét tartalmasan tölthessék, minél kevesebb anyagi ráfordítással. Nyíregyháza ezen a nyáron 1600 gyermek táborozását támogatja 20,4 millió forinttal. A hagyományőrző és a képességfejlesztő táborok mellett a gyerekek az Arany János iskolában úszó, Sóstóhegyen és a Szőlőskertben pedig nyelvi táborban vehetnek részt, de lesz még foci és göllesztábor is.